Elsőrendű vádlotta a Nyíregyházi Nyírvévé Kft. ügyvezetőjeként útfelújítási munkálatokat végeztetett több vállalkozóval, akikkel fix óradéban állapodott meg. Később azonban egyes vállalkozók részére olyan kifizetéseket biztosított, amelyek messze meghaladták a már évek óta alkalmazott kölcsönösen előnyös díjakat. 2011. december után ismét más rendszert vezetett be. Ezáltal 2012. márciusában több mint 29 millió forinttal többet fizetett ki a vállalkozók részére áll a közleményben. Elsőrendű vádlott rövid időközönként olyan intézkedéseket tett, amelyek az okszerű gazdálkodással ellentétesen egyes üzleti partnerek részére indokolatlan előnyel jártak, miközben a KFT vagyonát indokolatlanul csökkentették. A második vádpont szerint 2012 Őszén az első rendű vádlott, mint ügyvezető, el nem végzett földút stabilizálási munkákért fizetett ki díjat harmadrendű mint egyéni vállalkozónak és a harmadrendű vádlott cégének. Ezeket a munkákat nem végezték el, de erről a másodrendű vádlott valótlan tartalmú teljesítési igazolásokat állított ki, és ennek alapján a harmadrendővádlott vádlott valótlan tartalmú számlákat nyújtott be. Szándékos tevékenységének eredményeként a KFT összesen több mint 82 millió forint vagyoni hátrányt szenvedett el, tájékoztatotta a törvényszék. A bírósága a módosított ügyészivád alapján állapította meg a tényállást, amely hűtlen kezelés büntette, gazdasági csalás büntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége. Az ítélet nem jogerős, az ügyész három napot fenntartott a nyilatkozat a vádlottak és védőik felmentésért fellebbeztek. A nevút a Ft. képviselője is fellebbezést jelentett be a szankció mellőzése érdekében áll a közleményben.